Tessék. Ez a kis cicából, ugye? Kis cicából ez lett. Ez gombóc. Itt van a nagy sziámi cica. Ugye? Kis sziámi cica. Hát ugye elég így be van tanítva. Mindenféle dologra, hát ez alkalmas mindenre. Közvédő támadó. Na, figyeljék, ezt nézzük. Folytatódik a történet, mert hülyeság, ilyenkor naponta kétszer-háromszor át kell félem őket, mert sajnos Pipókát nem tudjuk, mert ő aztán akkor jön ide, amikor akar, leginkább soha, de mondta Piszó, az nagyon igényli ezt a törődést, meg hát ő vele szoktam csinálni ilyen tulajdonképpen masszás dolgokat, tehát hogy így mondta Krisztó, gyere ide, végigmegyek rajta neki így a paravertebrálison. Hát, hogy ezt az igazából lesz, hogy már annyira így. Így. Érzi, hogy túlárad picikét. Tehát lehet is látni, hogy ennyire kötődik. Sok foglalkozás az, meghoz a gyümölcsét. Ez komikáros. Ugye? Tessék! Az az igazság, hogy itt igény van a fizioterápiára, mert inkább preventíve szeretem kezelni a dolgokat, velük is így vagyok. Hát Pipókánál egy kicsikét nehezebb, de nála ezt mondjuk így nevetetőből fakadóra tudta, hogy ez van. Hát körülbelül ez nagy sziámi legenda megtört. Ugye? Nem te Krisztó? Ez egy szabad cica, az csak akar. Nem bánta senkit. Na. Sziasztok!